szerezték, gyúrták és töltötték. Rekordszámú látogató a Nagy Gyúráson. P-mobil rajongókkal telt meg a színház, emléktáblát avattak Tunyogi Péter tiszteletére. Dupla sikert aratott a BRS-e, a Jászberényt és a Szombathelyet is legyőzték a csabai röplabdások. Jó estét kívánok! Önök a 7.tv híradóját látják. Az ifjúsági csapatok gyúró versenyével megkezdődött a 22. Csabai Kolbász Fesztivál. A hivatalos megnyitón elhangzott, a Csabai Kolbász után hamarosan akár maga a Békés Csabai rendezvény is hungarikummá válhat. Igazi disznótoros hangulat uralta a fesztivál nyitónapját, ahol több mint 400 csapat mérte össze kolbászkészítő tudását. A fesztivál igazgató szerint a verseny eredménye arról tanúskodik, hogy a következő generáció tagjai megtanulták a csabai kolbász titkát. Mi úgy érzem, hogy egy kicsit meg tudjuk mutatni azt, hogy milyen a vidéknek az íze. Ha eljön ide Békés Csabára valaki, akkor belekóstolhat egy kicsit abba, hogy hogy élünk mi itt vidéken, milyenek a hétköznapjai. A vidéki értékekre helyezte a hangsúlyt Nagy István agrárminiszter is, aki kiemelte a több mint két évtizedes rendezvény hagyományőrző szerepét. 22 éve azzal a célval szerveződött, hogy megerősítse a helyi gazdaságokat, népszerűsítse a sertéses fogyasztását, annak egészségre gyakorolt jótékony hatását. Gondoljunk csak a mandalica húsra, és nem utolsó sorban azért, hogy egy gazdaságilag meggyengült régióban elősegítse az idegenforgalom fellendülését. Jakab István, az országgyűlés alelnöke szerint ezért akár magának a rendezvénynek is ott lenne a helye a hungarikumok között. Talán e felé tett lépés is lehet az, hogy Fekete Péter kulturális államtitkár, ahogy fogalmazott, kincsnek nyilvánította a fesztivált. Nemzeti gasztronómiánk megőrzését és népszerűsítését szolgáló tevékenységét Héges Sándor Fesztivál igazgató részére, a Csabai Kolbász Fesztivál magas színvonalon megvalósításával nemzeti gasztrokultúránk és hagyományai gápolása, a gazdaság alapú kultúra fejlesztése terén elért hazai és nemzetközi sikerek elismeréseképpen. Én ezzel a fesztivált megnyitottnak ítélem. A fesztivál programja szombaton a felnőttek nemzetközi kolbászgyúró versenyével folytatódott, ahol 750 csapat mérte össze tudását. Fűszereztek, gyúrtak, daráltak, töltöttek, és a jó hangulatból sem volt hiány szombaton. Ekkor zajlott ugyanis a Csabai Kolbász Fesztivál kiemelt eseménye, a felnőtt kolbászgyúró verseny. Idén összesen 750 csapat mérte össze kolbászkészítő tudását. Lelkesen és jókedvűen vágtak neki az indulók a szombati felnőtt kolbászgyúró versenynek. Volt olyan csapat, amely a határon túlról érkezett azért, hogy megmérettesse magát a gasztronómiai fesztiválon. Hoztunk finom pálinkát, sajtot, otthonról egy kis házi kolbászt a pálinka előtt, és igyekszünk ma itt megfelelni az elvárásoknak, és töltünk egy nagyon-nagyon finom kolbászt. A Hargitta megyei csapat nem csak kolbásztal, házi kenyérrel is készült a zsűrinek. A gyímesi házi kenyér, nagyon álljunk a szíven, így szálljuk meg, egy keresztet tettünk rá. Volt, aki nem csak az ízzel, hanem a látvánnyal próbálta lenyűgözni a bírákat. Békés Csaba 300 éves évfordulójára az egyik csapat egy emblematikus épületet formált meg kolbászból. Az alapot hungarocelvő kifaragtak, és utána beburkoltuk kolbász darabkákkal, gyakorlatilag minden egyes darabját. Hát elég sokáig készült, de olyan 15-20 munkaóra van benne, hárman dolgoztunk rajta, és körülbelül olyan 3000 darab gombosütőt használtunk fel, és 15 kiló kolbászt. Örölt piros paprika és a kiváló sertéshús a lelke a jó csabai kolbásznak. A legtöbb helyen azonban a titkos recept más és mást jelent. Ki az ízvilággal, ki pedig az elkészítési technikával kísérletezik. Ahogy itt is látszik rajta, ez egy USA modell. És még az első világháborúból származik, még az ÜK hozta, és azért törötte, mert lehetették sajnos akkor, pedig elég jó állapotban lett volna, úgyhogy több mint 100 éves ő már. Ebben az évben a Kolbász Fesztivál nemzetközi díszvendége Tájföld volt. A delegáció különleges fogásokkal készült a versenyre.
A zsűrinek idén sem volt egyszerű dolga, hiszen több mint 700 minta közül kellett kiválasztani a legjobbat. A zsűrinek az a feladata, hogy a legjobbak közül is a legjobbakat válassza ki, és itt, hogyha 750-et nézzük és veszünk figyelembe, a zsűri különböző csoportokra fel vannak, tehát osztva. Zsűri csoportonként olyan 3-4 kolbász közt fog majd eldőlni, tehát a dobogós hely. Az ország legnagyobb gasztrokulturális fesztiválja olyannyira népszerű, hogy a csabai kolbász mellett akár a rendezvény is hungarikummá válhat. Ez egy olyan hagyomány, amely megérdemli azt, hogy a magyar gasztronómiai közösségben, a magyar gasztronómiai események folyamatában egy ilyen kiemelt helyre kerüljön, és a hungarikum kategóriába kerüljön bele. A versenyzők között a zsűri számos külön díjat kiosztott, és a helyezetteknek is átadták az elismeréseket. Az apák szerepének fontosságára hívták fel a figyelmet az Apa Kaland elnevezésű rendezvényen. A Csaba Gyöngye Kulturális Központban Líder László pszichológus tartott előadást az érdeklődőknek. A program közös léggömbreptetéssel kezdődött a Csaba Gyöngye előtt. A Békés megyei család esélyteremtési és önkéntes ház irodavezetője elmondta, idén ünnepeljük a családok évét, melynek színe a sárga, ezért választottak ilyen színű lufikat. Akkor 1, 2 és 3. Nagyon fontosak a családok, nagyon fontosak az édesanyák, erről rengeteget beszélünk, de azt gondoljuk, hogy méltatlanul a férfiak, az édesapák szerepe az talán nincs annyira hangsúlyosan kiemelve, erre szeretnénk felhívni a figyelmet ezzel az egyszerű kis programmal. Az eseményen átadták a Kamera Família pályázat díjait is. A kiírásra alsó tagozatos gyerekek képeit várták egy nyári, családjukkal töltött élményükről. A díjazottak többek között a gyulai várfürdőbe szóló jegyekkel gazdagodtak. A rendső nézéstérhez Bukoti Tóra Anna. Ezt követően Léder László tartott előadást az érdeklődőknek. A pszichológus elmondta, napjainkban sem nő fel több gyermek a családi életben aktív szerepet vállaló apával, mint korábban. Kiemelte, a fiatalabb korosztály már egyre tudatosabb. Valahol a 20. század elején ment félre ez a történet, addig igazából az apák jobban benne voltak a családokban. Tehát amikor modern apaságról beszélünk, akkor sokak azt gondolják, hogy ezt most találjuk ki. Ugye sokat beszélünk a skandináv mintáról, mint honnan importálnánk, de igazából a hagyományos magyar családban is az apák sokkal inkább benne voltak, mint a mostani modern családban. Tehát valahol ez a modernizációval csúszott félre. Líder László hozzátette, az apa nélkül felnövő gyermekek az életszinten minden területén rosszabbul teljesítenek. A szakember ezért egy önálló weboldalt is létrehozott, amely rengeteg hasznos információt és segítséget nyújt az érdeklődőknek. Tunyogi Péter, a P-Mobil együttes egykori énekese, a Tunyogi Rock Band együttes alapítója előtt tisztelegtek szülővárosában, a Békés Csabán. A rock legenda tiszteletére emléktáblát állítottak szombaton a Jókai Színházban. Ez év március 13-án lett volna 71 éves, és már csaknem 10 éve nincs közöttünk Tunyogi Péter. A rockzenész, énekes legenda minden ízében Békés Csabához kötődött. Elment a magzatvíz, amikor a Péter édesanyja épp a színpadon szerepelt, és villám gyorsan mentőt kellett hívni, és nem érték el a kórházat sem, hanem itt valamelyik utcában jött világra a rock legenda. Mától tábla is őrzi emlékét a Jókai Színház aulájában. Lánya, a Tunyogi Bernadett színművésznő, boldogan emlékszik azokra az időkre, amikor a lakásuk előtt még a rajongók tábora ütött sátrat, és várták édesapját. Arra emlékszem, hogy a hentes mondta, hogy Tunyókám, nagyon jó hús érkezett, gyere, holnap gyere be, nagyon jó a hús, most hozzák holnap frissen. Tehát ezekre emlékszem, tehát ilyen nagyon kedves, vagy az utcán tényleg ezeket, amikor még nem voltam iskolás sem, arra emlékszem, hogy leszólítottak, vagy ilyesmi, de picike voltam. De a 70-es években nem minden elemében volt veszélytelen zenélni, vagy éppen koncertre járni. Hát a mobil koncerten ott meg
hamar megjelentek a rendőrök, és akkor bizony nem úgy csináltak, mint most, hogy jó napot kívánok, vagy hanem egyből a gumibotot elő, és akkor ott ugye egy kis oszlatás mindjárt végigment, és még az járt jobban, akik kapott egy gumibotot, mert akkor attól nem kérték el az igazolványt. Akinek meg az igazolványa kezükbe került, attól kezdve azok már nagy bajba voltak. A dalok mellett Békés Csaba szülöttére ezen emléktábla is felhívja a színházi közönség figyelmét. Magyarorsi János gyűjteményébe, aki a Gyulai Könyvtár névadója is volt, még 150 évvel ezelőtt került egy 1790-ben kiadott értékes mű, Anonymus írása, a Gesta Hungarorum. A kötet érdekessége, ami most a könyvtár tulajdonában van, többek között az, hogy az író első fennmaradt történeti munkája, ami a honfoglalással kezdődik. 1790-ben kiadott értékes mű, ami ugyan papírkötéses, de a beltartalom annál különlegesebb. Jelenleg a Gyulai Könyvtár tulajdonában van a 18. században kiadott értékes mű, a Gesta Hungarorum, amely Anonymus írása. A szerzőről a történészek a mai napig nem tudják megállapítani, ki is volt valójában. Fontos számunkra azért is, mert olvasható bennem, hogy Rósi Jánosnak a bejegyzése, hogyan került hozzá 1826-ban, Egerben Vidasics Ferenc kedves barátjától kapta ezt a kötetet. A kötet az őshazából, Szkítiából való kivonulástól a Szent István koráig tartó időszakot öleli fel. Feltárja a magyar nemzet, valamint a magyar uralkodói és nemesi családok történetét, tényeken és kreált személyeken keresztül egyaránt. Itt láthatók mellettünk javarészt ezek a könyvek bezárt vitrínbe, ebből is látszik az, hogy ezek tényleg nagyon fontosak számunkra, hiszen a város kultúrtörténetének egy nagyon meghatározó eseményéhez kötődik. Jól lehet abban az időpontban, illetve attól az időponttól 1868. szeptember 8-tól, amikor ez az eset történt, onnantól eredeztetjük a városi múzeum történetét is. Hát mi a könyvtár részéről azért is büszkék vagyunk rá, hogy némileg hamarabbról tudhatjuk már az alapításnak az évét. Mogyorúsi János a könyv egykori tulajdonosa, a könyvtár névadója 1868-ban adományozta a műkincset az intézménynek. A gyűjtemény folyamatos bővítésével és bemutatásával a könyvtár gyökereinek fontosságát hangsúlyozza. Szemtelenül címmel nyílt meg Püski Sándor kiállítása a Munkácsi Emlékházban. A grafikus művész alkotásaiból rendezett tárlat a Kolbász Fesztivál ideje alatt látogatható. A kiállítás bevételét az alkotó saját fia szemműtétjére fordítaná. A békési grafikus művész korában már több kontinensen mutatta be a képeit, és mint azt Herceg Tamás, országgyűlési képviselő elmondta, az alkotótól nem áll távol a jótékonyság, hiszen az elmúlt évben több alapítvány támogatott. Most viszont saját családjának lenne szüksége segítségre. Egy olyan jótékonysági célt szolgál ez a kiállítás, hogy amellett, hogy megnézhetik azok, akik eljönnek a Munkácsi Emlékházba a képeit, meg is vásárolhatják. Ő a látását vesztett fia számára szeretne olyan adományokhoz jutni, amik segítségével ezt a műtétet az Egyesült Államokban megvalósíthatják. A Munkácsi Emlékházban kiállított 14 kép közül kettőt meglepetésként a tárlat megnyitóján lepleztek le. Ezek a grafikák annak a két képnek a vázlatai, amelyek tavaly a vatikáni képtárban kaptak helyet. 2013. januárjában elkezdtem egy sorozatot, aminek az volt a címe, hogy a szem. És ez azért novemberében megtörtént a baleset, és én akkor az egész sorozatot félre akartam tenni, és akkor a fiam mondta, hogy ne, apa, azt csináld meg, fejezd be. Erről készült egy album is többek között, és akkor ekkor kapta a címet az, hogy szemtelenül. A tárlat a 22. Csabai Kolbász Fesztivál ideje alatt látogatható a Munkácsi Emlékházban. Két győzelemmel folytatta bajnoki szereplését a Svitelszki Békés Csabai Röplabda Sport Egyesület csapata a női extraligában. Kormos Mihály együttese pénteken Jászberényben lépett pályára, ahol a fehérmezes házigazda kezdett jobban, és 25-21 arányban megnyerte az első szettet. A második játszma már a címvédőjé volt. Molcsányi Ritáék 25-15-tel kiegyenlítették a mérkőzés állását.
Az ötszörös magyar bajnok a folytatásban sem engedte ki a kezéből az irányítást. A harmadik felvonásban 17, még a negyedik játék részben 15 pontot engedélyezett ellenfelének. A BRS-e így 3-1-re győzött, majd vasárnap újabb idegenbeli sikert aratott. Kormos Mihály gárdája 3-0-ra diadalmaskodott Szombathelyen a Haladással szemben. A BRS-e csütörtökön bemutatkozik a Bajnokok Ligája selejtezőjében is, amikor a lengyel Budovlani Lodzs érkezik a városi sportcsarnokba. Híradónkat látták, további híreinket és korábbi műsorainkat megtalálják a behír.hu oldalon. Köszönöm figyelmüket, maradjanak továbbra is velünk, viszontlátásra!